Most pedig vizsgálódjunk tovább, és nézzünk meg még néhány weboldalt azzal kapcsolatban, hogy kik is voltak a korai követői a másiáknak, hogyan hívták őket, és mi az, amit megtudhatunk a nazarénusokról. Ez az oldal a Hope of Israel Ministries oldala, és egy nagyon érdekes gyűjteményt találunk itt mindenféle cikkekről a nazarénusokkal kapcsolatban, és megtudhatjuk többek között azt, hogy a nazarénus mint egy tucatszor szerepel a Talmudban, és mindannyiszor Jahusá, vagy ugye ők Jesuának hívják, vagyis ejtik Jahusá, a názáreti követőiről beszél. Láthatjuk az idézetet, melyet olvastunk már Jeromostól, aki ugye körülbelül 400 körül írta ezt Augustinnak, melyben arról beszél, hogy ezek a nazarénusok elfogadják a Mássiákot, mint Elohim fiát, aki a Szűz Máriától született, és Pilátus alatt szenvedett, illetve feltámadott. Tehát ez az, ahogy Jeromos jellemzi őket. Egy érdekesség az, hogy Ray Pritz könyve, a Nazarene Jewish Christianity, ami ugye arról beszél, hogy a nazarénus zsidó kereszténység, és az alcíme az, hogy az úgynevezett új testamentum periódustól annak eltűnéséig a 4. században, azaz a 4. század körül tűnt el ez a nazarénus mozgalom. Hiszen addigra a mai pogány keresztény vonulat annyira megerősödött, hogy teljes mértékben kiszorította ezt a másiák eredeti követőinek mozgalmát. Természetesen az, hogy teljes mértékben az nem igaz, hiszen nyilván fennmaradt egész a mai napig az igazság, azonban olyannyira tért hódított a pogány vonulat, hogy szinte feledésbe merült. Jeromos szintén megemlíti azt, hogy ezek a nazarénusok, ezek ki voltak tagadva a zsidók közül, és a keresztények sem fogadták el őket, hiszen a megváltónak a hitét a törvények, illetve a Tora megtartásával keverték, illetve ezzel együtt gyakorolták. A cikk írója helyesen megjegyzi, hogy gyakorlatilag ők voltak az igazi idézőbe tett keresztények, hiszen maga a Mássiák mondta azt, hogy nem azért jött, hogy elpusztítsa a törvényt, vagy a profétákat, ez ugye Máté 5.17-19-ig. Sajnálatos az, hogy ezt a verset sem értik meg legtöbben, hiszen sajnos úgy folytatódik, hogy nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem, és ezt a betöltsem, ezt ugye legtöbben úgy értelmezik, hogy ezzel nem is szükséges már a törvény megtartása, elfeledkezvén arról, amit mond, hogy nem azért jött, hogy eltörölje, hanem hogy betöltse, hogy megmutassa ezt az utat. Ez az az út, melyet a nazarénusok később követtek. Sőt, a mai keresztény gyakorlat azért is érdekes, mert mikor Jahu 19-es fejezetben megkérdezik Jahusát, hogy mi az, amit tenni kell ahhoz, hogy örök életet nyerjen az ember, akkor úgy felel, hogy ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Ugye a kérdés az, hogy mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek, ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Még egy információ, hogy a nazarénusok azok kezdetlegesen, illetve a kezdetekben a zsidókkal vagy a jahudimmal jó viszonyt ápoltak, hiszen arról is ír Jeromos, hogy együtt megtalálhatók voltak a keleti zsinagógákban az ortodox zsidókkal. Szintén olvashatjuk Epifániustól az idézetet, melyet megtárgyaltunk korábban, azonban még néhány érdekességet tartalmaz ez, úgyhogy nézzük meg még egyszer. Ezek az eretnekségek. Ez ugye Epifánius írja, aki már akkor is a pogány keresztény vonulatot képviselte, ugyanúgy, ahogy az összes egyházatja, mint Jeromos, vagy Marcion, vagy Markion, vagy pedig valóban Epifánius. Ő ezeket eretneknek hívta, hiszen nem egyezett meg az ő nézeteikkel, amiket ők megértettek az írásokból. Szóval azt mondja, hogy Jahusá, ugye ő Jézus nevét használja, Jézus nevében mindenféle eretnekségeket terjesztenek, és nem hívják magukat Jahudimnak vagy zsidóknak, de keresztényeknek sem, hanem nazarénusoknak hívják magukat. Ő ugye ezt a nevet aztán Názáret városának nevéből származtatja. Úgy gondolja, hogy megmaradtak teljes mértékben zsidóknak és semmi másoknak.
annyi különbséggel, hogy az Új Testamentumot és az Ó Testamentumot is elfogadják. Ugye a pogány keresztény vonulat már akkor is többnyire az úgynevezett Új Testamentumra támaszkodott, ez volt neki az egyik problémája. Az a másik, hogy amit ő megjegyez itt, hogy törvénykezésért ők a prófétákat, illetve az írásokat használják. Az írások, ugye angolul a scriptures szó az ugyanaz az írások, melyeket Saul is említ, mikor azt mondja, hogy az írás, minden írás Elohimtől ihletett. Ezekről az írásokról beszél itt Epifanius. Ezért akartam felolvasni, hogy mindenki megértse, hogy mit jelent az a szó, hogy írás. Mit jelent ez az írás számukra? Hogyha leugrunk egy kicsit később, akkor láthatjuk azt, hogy ezek az emberek héberül nagyszerűen beszéltek, amit írásoknak hívunk, így fogalmaz Epifanius. Azt akarom ezzel kihangsúlyozni, hogy nagyszerűen beszéltek héberül, valamint amit mi írásoknak hívunk, mondja Epifanius, a törvények, a proféták, valamint a különböző könyvek, mint a királyok, a krónikák, Eszter könyve és a hasonlók, ezeket olvassák a nazarénusok. Héberül. Szóval Epifánius egyetért abban, hogy amit írásoknak hívunk, az nem az új szövetség, hanem a törvények, a proféták és az írások. A Tora, a Neviim és a Ketuvim, mint a királyok, krónikák, Eszter. Ezeket hívja Epifánius, aki egy egyház atya volt, írásoknak. Nem az Új Testamentumot, hiszen ő tisztában van azzal, hogy hogyan alakultak ki ezek a dolgok, annak ellenére, hogy ő a pogány tradíció szerint élt. Ez az, amit nehezményez Epifanius, hogy a törvények, a proféták és az írások, amiről szó volt eddig, azokat ők mind-mind elfogadják, és ez az, amit ők írásoknak vagy idézőjelben Bibliának hívnak. Az úgynevezett új szövetséggel együtt, ami ugye a Brit Hadasa. Tökéletes összhangban élnek az úgynevezett törvényekkel, hibátlanul, annyi különbséggel, hogy ők elhiszik a másiák létezését, és elfogadják, mint megváltó. Elfogadják ugyanúgy a feltámadást, és azt, hogy Elohim, vagy úgynevezett Isten, honnan ered, és azokat a történeteket, melyek róla szólnak. Valamint Jahusa Hamásiákot, mint az ő fiát. Az egyetlen dolog, melyben különböznek a zsidóktól és a keresztényektől, az az, hogy elfogadják a másiákot, ezért a zsidók nem fogadják el őket, valamint a keresztényektől azért, mert a törvényt gyakorolják, a körülmetélést, a sabátot, és mindazt, ami megtalálható a Tanákban. Így ez a csoport kilóg mind a kettőből. Ez ugye Fritz Nazarene Jewish Christianity című könyvében található meg. Epifanius tévesen úgy ítélte meg, hogy a Nazarén közösség az átok alatt van azért, mert a törvényekhez ragaszkodik, ami mellesleg ugye Yahuwah, vagy itt ugye Jehova Elohim törvényéről van szó, mint a Sabbat, az ünnepek, valamint mindazok az előírások, melyeket a Tanákban megtalálhatunk. Sajnos ebben egyetért a mai keresztény felfogása, mely szintén tudatlanságból fakad és téves, hogy azok, akik a törvényekhez ragaszkodnak, azok átok alatt vannak. Azok vannak átok alatt, akik nem ragaszkodnak a törvényekhez. Ugyanúgy, ahogy a közúton azok vannak törvény alatt, akik ittasan vezetnek, aki nem ittasan vezet és betartja a szabályokat, az nincs a törvény alatt. Abban a pillanatban, amikor valaki megszegi a törvényt, akkor kerül a törvény alá. Úgyhogy teljesen perverz értelmezés az, ahogyan hozzááll Epifanius, illetve a mai kereszténység sajnos. A tradicionális zsidók, ez szintén Epifanius írása, napjában háromszor átkozzák ezeket az embereket, úgy, hogy ugye Istent használják, Isten átkozza meg a nazarénusokat azért, mert elfogadták a másiákot, és továbbra is a Tora szerint élnek. Egy újabb idézet ebből a könyvből, a Nazarene Jewish Christianity, olvashatjuk azt, hogy
hogy teológiai viták esetén a nazarénusoknál a legfelsőbb hatalom, illetve az utolsó szó mindig az úgynevezett Ótestamentum, vagyis a Tanáké volt, és nem pedig a Halaká, ami ugye a rabbik értelmezése és az ő saját tradícióik, melyeket hozzáadtak a Tanákhoz. Tehát ők elutasították ezt a hagyományt, melyet a mai zsidó vallás megőrzött. Betartván azt, amit a Másiák, Jehukanon 5. fejezet 39-es versben mondott, tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, melyek bizonyságot tesznek rólam, azaz ők betartották az ő utasításait. Sőt, ugyanebben a fejezetben így folytatja később, ne állítsátok, hogy én vádollak majd benneteket az atyánál. Van, aki vádolt titeket, Mose, akiben ti reménykedtetek. Miért? Azért, mert hozzáadták az ő saját tradícióikat. És ezek a korai nazarénusok ezt pontosan megértették, és tudták azt, hogy mind a zsidó, úgynevezett zsidó hagyományok és a zsidó vallás, mind pedig a korai pogány kereszténység félreértelmezi azt az üzenetet, melyet a másiák elhozott számunkra. Azért, mert ha hinnétek Mósének vagy Mózesnek, nékem is hinnétek, mert én rólam írt ő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, mi módon hisztek az én beszédeimnek? Azok, akik ma elutasítják a Torát, azok elutasítják a másiákot, hiszen a kettő egy és ugyanaz. Érdekes az, ahogy a Ézsaiás 9-es fejezet első 4 verszakát Jeromos magyarázza. Mindjárt megnézzük, hogy mit is mond ő, és hogy mekkora ellentmondás is van a között, amit ő mond, és ahogyan tanították, illetve a mai kereszténység azt tanítja. Így szól. De nem lesz sötétség ott, ahol most szorongatás van. Először megalázta Zebulon és Naftáli földjét, Galileát, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jardan túlsó partját, a pogányok határát, ez ugye a Szamaritán és az összes többi környező település. A nép, mely sötétségben jár vala, lát nagy világosságot, akik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttük. Sötétségben jártak nem azért, mert ők próbálták a törvényeket megtartani, pontosan azért, mert nem tartották meg azokat, ezért jártak sötétségben, mert az emberek hozzáadták az ő saját tradícióikat, melyeket elhoztak Babilonból és a többi fogságból. Fény ragyog fel felettük, a fény, ugye tudjuk, példabeszédek, Misli 6.23, szövétnek vagy lámpás a parancsolat, a tudomány világosság, azaz ez az élet útja maga a Tora, elhozza és megmutatja, hogy mi az igazság, és így levetkőzhetik magukról az atyáik tradícióit. Nem az atya toráját vagy instrukciót, hanem azokat, amelyeket hozzáadtak. Ez az, amiről itt ír, és ez az, ahogyan meg fogjuk látni, a nazarénusok magyarázták ezt helyesen, amit Jeromos akkor sem értett meg, ugyanúgy, ahogyan a kereszténység ma nem hajlandó ezt elfogadni. Te megsokasítod a népet, nagy örömet szerzesz néki, és örvendeznek előtted az aratók örömével, és vigadoznak, mint mikoron zsákmányt osztanak, mert terhes igáját és háta veszélyét, az őt nyomorgatónak botját összetöröd, mint a Midian napján. Jeromos pedig kijelenti azt, hogy a nazarénusok pontosan így magyarázták ezeket a verseket, hogy először Zebulon és Naftáli földjét fogja megszabadítani, ugye ez Galilea, ahol először tanított a írástudók és a farizeusoknak a tradícióiról beszél, mikor arról beszél, hogy megszabadítja őket. A Tora mindig is az élettel volt egyenrangú, illetve egy jelentésű, hiszen ez az, ami szerint, ha él az ember, akkor utána az atya elfogadja, és él újra a következő életben. Tehát nem beszélhetett erről. Természetesen a keresztények, illetve Jeromos ezt félreértelmezi, azonban elismeri azt, hogy a nazarénusok így álltak hozzá ehhez. És Zebulon és Naftali földjéről indul el ez a mozgalom, amit a másiák hirdetett, hogy visszatérjenek a Torához, elhagyják az írástudók és a farizeusok tradícióit. Innen aztán tovább terjedt ez Saul segítségével, illetve a többi apostol segítségével, majd végül az egész tengeren át eljutott a világ minden részére,
és ott a sötétséget világosság elpusztította ezáltal. A jó hír nem a törvénytelen élet, a jó hír az, hogy elfogad minket, annak ellenére, hogy tudatlanul éltünk, minden bűnt elkövettünk, ezt hajlandó elfelejteni, amennyiben mi hajlandók vagyunk úgy élni, ahogyan a más fiák élt. A törvénytelen élet nem volt része soha a jó hírnek, és nem is lesz. Olvashatjuk itt egy nagyszerű kommentárban, hogy a korai nazarénus keresztények, idézőjelvetéve keresztények, mint amilyenek tulajdonképpen maga a másiák, Péter, Jakab, János, vagy különösképpen Saul volt, megtagadták a zsidó tradíciókat és hagyományokat, azt, amit ma zsidó vallásnak nevezünk, ők azt elutasították. Azt a tradíciókat, az ő saját törvényeiket, amelyeket hozzáadtak a Tórához és a Tanákhoz, az ő kitalált szabályaikat, azokat ők mind elutasították, és ezek voltak azok, melyeket ők rabságnak hívtak, és igának, és zsidó tradícióknak. A Tórát nem hívhatták annak, hiszen az az atya rendelkezése volt. Apostolok 15 pontosan erről szól, hogy elutasítják azt, amit ők sem tudtak megtartani, azokat a hozzáadott tradíciókat, melyeket magukkal hoztak a történelem során, és összegyűjtöttek ezek az emberek, és hozzáadták a Tórához, mint törvényeket. Ezek azok, amiket ők elutasítottak, és azt hirdették, hogy visszatérnek a Tórához, hiszen az az igazi élet. A korai nazarénusok elfogadták Sault, mint az utolsó apostolt, és örömmel fogadták azt, hogy a jó hír elterjed világszerte, amiben szintén különböztek az ortodox zsidóktól, hiszen ők igenis elfogadták azt, hogy bárki, aki követi a másiákot és a Tóra szerint él, az üdvözül a végén. Az fontos, hogy mindenki megértse, hogy amikor rabságról van szó, vagy igáról, akkor soha nem a Tóráról van szó. Mindig a hozzáadott zsidó hagyományokról, a Talmudról, a Misnáról, és a Zoháról, és ezekről az írásokról van szó, ugyanúgy, ahogy ma élnek az úgynevezett zsidók. A kettő közt hatalmas különbség van, e közt, illetve maga a Tóra, ami Elohim parancsolatai közt, az az élet, a mai zsidó hagyományok pedig az ellenkezője annak. Nagyszerű az, hogy láthatjuk Jeromostól megerősítve, hogyan is gondolkodtak valójában a nazarénusok, illetve a korai keresztények, ha valaki ragaszkodik ehhez a kifejezéshez. És az egyik példa erre Jesiahu Ézsaiás 29. fejezet 19-21-ig, mely így szól, és nagy örömük lesz a szenvedőknek Jahuában, és a szegény emberek vigadnak Jesrael szentjében, mert a kegyetlen elveszett, és a csúfoló elpusztult, és kivágattak a hamisságnak minden őrei, kik az embert elítélik egy szóért, tört vetnek annak, aki őket a kapuban megfeddi, és elejtik családul az igazat. Ugye ez az utolsó igaz volt a másiákra, illetve mindenkire, aki megpróbálta felfedni azt, hogy a farizeusok, illetve az írástudók hozzáadott tradíciói elfogadhatatlanok, illetve nem összeegyeztethetők a Torával. Ez az, amiről itt beszél, és a nazarénusok pontosan így értelmezték ezeket a sorokat. Jerem most így ír, a nazarénusok úgy gondolták, hogy Ézsaiás sorai az írástudók és a farizeusokhoz szólnak, hiszen ők voltak azok, akik uralkodtak az embereken, és hozzáadták a saját tradícióikat, és kihasználták azt, hogy az ítélkezés az ő kezükben van. Ugyanúgy, ahogy ma történik a világban az ítélkezés, akinek hatalma van, az képes elhallgattatni más véleményeket azzal, hogy manipulálja a törvényhozást. Ugyanez történt akkor. Ez az, amiről szól Máté 15.3-14-ig többek között. Mikor így szól Jahusa, ti meg miért hágjátok át Elohim parancsolatját a ti rendeléseitek által? Ez az, amiről itt beszél. Hatos és erőtelenné tettétek Elohim parancsolatját a ti rendeléseitek által. Képmutató igazán profétát felületek Ézsaiás mondván, és ez igaz akkor rájuk, ugyanúgy, ahogy igaz a mai
keresztény vonulatra, hogy ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet, szíve pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, melyek embereknek parancsolatai. És ez az, amire érti, hogy nem az, ami bemegy a szájon, hanem ami kimegy, az fertőzteti meg az embert. Nem arról beszél, hogy mi az, amit lehet enni, és mi az, amit nem. Nekik ez egyértelmű volt, hogy bizonyos dolgok nem élelmiszer. Ezen ők túl voltak. Arról volt szó, hogy amit a 14-es versben összefoglal, hogy hagyjátok őket vakoknak, vakvezetőjük, ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten verembe esnek. Az volt a probléma velük, hogy elferdítették a parancsolatokat, és azt az utat, melyet kijelölt az atya, ugyanúgy, ahogy ma a kereszténység, a judaizmus, vagy éppen az iszlám. Ugyan erről ír Márk, vagy Márkosz 7-es fejezet 5-13-ig, mikor arról van szó, hogy miért nem mossák meg a kezüket a tanítványok, ő pedig így felel Jehusa ő. Igazán jövendölt felőletek, képmutatók felől, és Jehu proféta, mint megvan írva ez a nép, ajkaival tisztel engem, szívök pedig távol van tőlem. Azért hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, melyek embereknek parancsolatai, ugyanúgy, ahogyan ma azt teszi a zsidó vallás, az iszlám, vagy pedig a kereszténység. Ez volt a probléma akkor, ez a probléma most, és a korai nazarénusok nagyszerűen felismerték ezt, és ők pontosan így magyarázták ezt. A probléma az volt, hogy 8-asban írja, mert Elohim parancsolatját elhagyva az emberek rendelését tartjátok meg, korsoknak, poharaknak mosását és sok egyéb eféléket cselekeztek. Elohim parancsolatját szépen félreteszitek azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg. Ha valaki nem érti azt, hogy ez a kereszténységre vonatkozik, akkor nem tudom, hogy miből fogja ezt megérteni. Megismétli még egyszer, 13-asban eltörölvén Elohim beszédét a ti rendelésetekkel, melyet rendeltetek és sok efélét is cselekeztek. És alátámasztja Jeromos írásában, hogy a korai nazarénusok pontosan így értelmezték ezt, hogy ez a jövendőlés a farizeusokra és az írástudókra vonatkozik, azért, mert megváltoztatták a törvényeket, nem pedig a Toráról beszél, senki soha nem beszélt arról, hogy a torai rabság lenne. Ők ezt megértették, hogy ez a szövetségnek a része. Sajnos azt ugye akkor nem tudhatták a nazarénusok, hogy ez onnantól kezdve folyamatosan ekkora probléma lesz, illetve ilyen félreértéseknek fog majd helyt adni. Ezek az emberek, ahogyan olvashatjuk Pritz könyvében, soha nem fogadták el a szájhagyomány útján terjedő törvényeket, amik ugye itt angolul oral law-nak hívnak, ami héberül a Mishnah. A vita nem a Toráról szólt, azt tudták az emberek, hogy a Tora szükséges. A vita arról szólt, és nem is értem, hogy hogy lehet ezt nem felismerni, hiszen annyiszor le van írva. A vita mindig is a Misnáról szólt, a Talmudról, azokról a szabályokról, melyeket hozzáadtak a zsidók. Meg kellene értenünk, hogy a Mássiák elsősorban ezért hangsúlyozta, hogy ő az Izrael bárányaihoz jött. Ezek az emberek értették a rendszer, tudták, hogy mi a probléma, tudták, hogy a két királyságnak egyesülni kell, hogy Izraeltől elvált, és vissza kell, hogy hozza a szövetségbe. Ők tisztában voltak ezekkel a dolgokkal. A mai kereszténység nincs tisztában semmivel sajnos, azért, mert néhány verset ismételgetek újra és újra, melyek Saultól származnak, és sajnos azt is félreértelmezik. A vita arról szólt, hogy a hozzáadott törvényeknek nincsen semmiféle jelentősége, illetve nem is az, hogy jelentősége nincs, hanem a másiak egyértelművé tette, hogy ez bűn. És ezek a nazarénusok ezt hirdették. De itt le is írják szó szerint kommentárban, hogy ahogyan a másiak vagy Jahusa személyesen, ugyanúgy ez a embercsoport, mint a nazarénusok, szintén a Misna, illetve a Talmud ellen harcoltak. Azok ellen, az emberi tradíciók ellen, melyeket hozzáadtak az atya törvényeihez. Nagyszerűen rámutatnak arra, hogy a tradíciók voltak azok, amiket ők elutasítottak, és nem a zsidó hagyományok. Erről szól például Apostolok 21. Felőled pedig azt hallották, hogy te mindazokat a jahudímat vagy zsidókat, akik a pogányok között vannak, a Mósétől való elszakadásra tanítod, azt mondván, hogy ne metéljék körül fiaikat, se a szokások szerint ne járjanak.
Ezeket a szokásokat ő nem utasította el, hiszen ezt megbeszéltük, ezek után bizonyítja azt, hogy nem utasítja el azzal, hogy a nazireus fogadalmat megtartja. Tehát ő nem ezekről a szokásokról beszélt, ők azokról a tradíciókról beszéltek, melyeket a Misna, illetve a Talmud foglal össze, melyeket hozzáadtak az évszázadok, évezredek során a vezető. Hiszen ez egy család volt, a Lévi családja tulajdonképpen. Képzeljen mindenki, hogy ez egy nemzetség, és a nemzetségen belül ez a hatalom folyamatosan fennáll. Ez korrupcióra vezet, mint ahogy arra is vezet, hiszen az ember nem képes a hatalommal együtt élni. Többek közt ezért is volt szükség a másiák eljövetelére. De a lényeg az, hogy különbség van az ő általuk megalkotott tradíciók, illetve azok között a hagyományok közt, melyeket a Tóra egyértelműen kijelöl. Saul megerősíti ezt személyesen apostolok 28.17-ben, lőn pedig, hogy 3 nap múlva magához hívatta Saul a Jahudim között való főembereket, mikor pedig egyvegyültek, mondanéki, atyám fiai férfiak, én jól lehet semmit sem vétkeztem a nép ellen, vagy az ősi szokások ellen, mindazáltal foglyul adattam át Jeruzsálemből a rómaiak kezébe. Azaz ő megerősíti számukra azt, hogy ő betartotta ezeket a tradíciók, illetve ezeket a szokásokat, melyeket a Tora kijelöl számunkra. Nem azokról a szokásokról vagy tradíciókról beszél, amelyeket ők hozzáadtak, hanem azokról, amelyeket a Tora tartalmaz. Erről beszél, hogy ő ezzel ellen soha nem vétkezett. Akkor mi miért próbáljuk azt mondani, hogy ő ezek ellen harcolt, mikor ő kijelenti többször, hogy ő nem harcolt ezek ellen. És nem is vétkezett ezek ellen a dolgok ellen. Hogy újra összefoglaljuk, olvashatjuk azt a cikkben, hogy a nazarénus, úgymond keresztény zsidó közösség azok voltak, akik követték Jahua Elohim törvényeit, vagyis a Toráját, akik az egész Ótestamentumot elfogadták és betartották a sabátot, az összes ünnepnapot, melyeket Jahua kijelölt számunkra, valamint egy más naptár szerint éltek. Nyilván ők itt most a holnaptára gondolok, ami ugye nem az a naptár volt, melyet először kijelölt Jahua, azonban a lényeg az, hogy ők egy más naptár szerint éltek, mint a többi népek, és ők voltak azok, akik egyenesági leszármazottjai voltak azoknak a messiás hívő zsidóknak, akik úgy is éltek, mint a másiák valójában. Elmenekültek Jeruzsálemből, Dekapoliszba, és 135-ig később Galileában, illetve Jeruzsálemben tartózkodtak. A nazarénusok, ahogyan Ray Pritz írja könyvében, vagyis zsidók, idézőjelbe téve zsidók, nyilván messiás követő zsidókról van szó, szóval nem azokról a messiás követő zsidókról, akik ma élnek. Mindenkinek meg kell érteni, hogy a mai világban ez egy káosz, ami kialakult. Minden tulajdonképpen egy törvénytelen vagy ember által meghatározott élet felé tereli az embert. Úgy, ahogy a judaizmus, az iszlám, a kereszténység, a messiás hívő zsidó és az összes többi. Az út ezért hivatott keskeny útnak. Ezek a korai nazarénusok a mózesi törvények szerint éltek, körülmetélést, a szombatnapot és az összes többi instrukciót megtartották. Ez volt az oka annak, hogy őket kitaszították a gyülekezetből, vagy az egyházból. Korábban már beszéltünk arról, hogy a tradicionális babiloniai judaizmust folytatók, mint a mai úgynevezett zsidók nagy része, napjában 3-szor imádkozott azért, hogy Elohim átkozza meg a nazarénusokat, illetve írtsa ki a föld színéről. 1426-ból fennmaradt írások még mindig tartalmazzák ezt az imádságot a talmudi iratokból. Úgyhogy ők igen komoly ellenállást tanúsítottak a másiák által elindított mozgalommal szemben, melyet Jeremos szintén megjegyzett az Augustinnak írt levelében, és rámutatott arra, hogy az ortodox úgynevezett babiloniai zsidók még mindig ellenségesen tekintenek a nazarénusokra. A helyzet hasonló volt valószínűleg a történelem során mindig, mint amilyen most is.
Azok az emberek, akik valójában követik a más siák által kijelölt utat, azok el fogják utasítani mind a pogány keresztény vallásokat, amik ugye a katolikus anyaegyházból származnak, mint a protestáns református, és az összes többi, és ugyanekkor el fogják utasítani az emberi tradíciók által felépült vallásokat, mint a judaizmus, vagy az iszlám, és az összes többi távol-keleti tradíció. Így ezek az emberek fogják valójában jelképezni azt a keskeny utat, amerről Jahusá Hamásiák beszélt. Ez így volt akkor is, és ez így kell, hogy legyen a jövőben is. Aki a Másiák által kijelölt úton akar járni, annak a Tora szerint kell élni a Másiákba vetett hit által, és a kereszténység, stb. Lehet, hogy a későbbiekben még foglalkozunk részletesebben azzal, hogy a kereszténység hogyan alakult ki. Ezt gondoltam fontosnak a nazarénusokkal kapcsolatban, illetve a keresztényekkel kapcsolatban is az, hogy mi is a különbség a kettő közt, hogyan is viselkedtek a másiák eredeti követői, és mi az, ami elvárható tőlünk, és amit az Atya elvár tőlünk. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!